Köszöntöm a kedves nézőket, önök a Pécs TV sportműsorát látják. A város önkormányzatának sportbizottságában nagyon sok dolog eldől, és nagyon sok mindenben segítséget nyújt a város önkormányzata sportbizottsága a sportnak. Időről időre megpróbálunk egyes tagokat behívni és elbeszélgetni. Most például a legutóbbi ülésről és egyáltalán a sportbizottság munkájáról. Tisztelettel köszöntöm a Baumgartner Sándort, a sportbizottság tagját. Egy kis bemutatkozást, ha lehetne esetleg néhány mondatban, hogy valóban hogyan is került ön a sportbizottságba. Igen, hát már az előző ciklusban is tagja voltam a közülésnek, akkor az egészségügyi bizottságban és a pénzügyi bizottságban dolgoztam. És hát ugyan most szándékaink szerint ugye a sportról beszélünk, de annyit azért hadd mondjak el ennek kapcsán, hogy az egészségügy és a sport, a testmozgás, testnevelést azért szoros összefüggésben van. És hát az előző ciklusban szomorú számokat hallottam a magyar egészségügyel kapcsolatban, és mondhatom, hogy Baranya és Pécs országos viszonylatban különösen rossz helyzetben. Tehát a halálozási arányszám az valami 14,3 tizedezrelék, és ez egyrészt szerintem visszavezethető nem csak az egészségtelen életmódra, hanem a mozgásszegény életmódra, és akkor itt van a jelentősége a sportnak, a szabadidősportnak és a testnevelésnek, az iskolai testnevelésre gondolok. 1999. januárjától főleg ugye bizonyos beszámolókat kérnek, vagy esetleg kapnak is a különböző sportágok képviselőjétől. Megvolt a kézilabdázás, a labdarúgás, modellezés, birkózás, elnézést, atlétika, úgy igen. Van. Aztán a legutóbbi ülésen pedig az úszás és vízilabdázás. Na most van-e olyan általános következtetés, amit már most a sportbizottság tagjai, vagy a sportbizottság egészében levonhat? Egyrészt az élsportra vonatkozóan, másrészt pedig a tömegsportra, vagy a diáksportra, mert legyünk őszinték, azért ennek a következményes vetülete azért inkább a gyermekek és az ifjúság sportjának felfelé ívelésében lenne. Most egy kicsit magyartalan voltam, elnézést. Igen. Hát az előbb felsoroltak sportágok vezetői tájékoztatják, mert minden esetben tájékoztatóról van szó, és ez alapján informálódik a bizottság, hogy a város által biztosított pénzeket hogy hasznosítják, és egyáltalán milyen eredményeket érnek el. Én azt hiszem, Pécs összességében nem panaszkodhat, mert jó sportolói vannak. Amiket eddig hallottam, és a beszámolóba kiderült, az például, és a helyszínen is voltam, a Tüzér utcáról van szó, az Agóráról, ugye ott vannak a súlyemelők és birkózók. Hát erről a Dunántúli Naplóban is láthattunk cikket, meg fényképet, szóval elképesztő állapotok vannak. Talán a hátteret illetően talán ők vannak a legrosszabb helyzetben. Hát aztán ugye most legutóbb kedden a korcsolyázásról is hallottunk tájékoztatót, ott pedig nyilván hát a pécsi fedetlen korcsolyapálya nem versenyezhet ilyen tekintetben, jégminőség tekintetében, tehát nekik mondjuk ez a problémájuk. Említette az anyagi támogatást, az anyagi helyzet felmérését. A sportbizottság az anyagin túl, mert hiszen ezek véges problémák, és az anyag is ugye behatárolható. Van-e olyan lehetőség, amelyben erkölcsi vagy esetenként tárgyi feltételekben biztosít valamilyen módon segítséget? Hát az erkölcsi támogatás természetesen a bizottság minden tagja szívesen biztosítja erről az érintett egyesületeket. Hát az anyagiak tekintetében már rosszabb a helyzet. Én nem tudom, hogy korábban valamelyik beszélgetés során elhangzott-e az, hogy a város milyen mértékben tudja támogatni. Idén 140 millióról van szó, ebből az élsport vagy a kiemelt sport 90 millióval részesül. És hát ez sajnos valamivel kevesebb, mint tavaly. Tehát ebből kell gazdálkodni. És hát tényleg sokszor, sok esetben csak azt tudjuk mondani, hogy erkölcsi támogatásunkról biztosítjuk, és majd meglátjuk, hogy a város költségvetése az év hátra lévő részében hogy alakul, és attól függően természetesen még módosulhat. A korcsolyázás mellett szó volt az úszásról, vízilabdázásról. Az úszás, én azt gondolom, főleg a kisgyermekek esetében, nem csak a versenyszerű úszásról van szó. Az egy sarkalatos kérdés. Tehát ez egy alapkő, amit úgy fogalmazhatunk meg, hogy életvédelmi szempontból nagyon fontos. Na most ne tagadjuk el azért, hogy volt egy kis vita is a megítélésben, ugye a beszámolóval kapcsolatosan is, hiszen én azt gondolom, hogy a sportbizottságnak elsődleges célja annak biztosítása, hogy hát, hogy mindenki tanuljon megúszni. Jól mondom én? Igen, valóban. Itt a beszámoló elsősorban arról szólt, hogy
Pécs vízilabda és úszósportja hogy áll. Aztán a beszélgetés óvatatlanul ráterelődött az iskolai testnevelésre, ennek kapcsán az úszásra. Ugye megfogalmaztuk, hogy mennyire fontosnak tartjuk az úszás oktatást, és az úszás az mennyire jó kiegészítő sportág, akár nehéz atlétikára gondolunk, akár másra. És szóval, bocsánat, javultak a létesítmények, tehát még azt sem lehet már lassan mondani, igen. Hogy uram, bocsánat, nincsenek uszodáim. Hát ott olyan tájékoztatást kaptunk az iroda részéről, hogy elvileg a 8 általánost elvégzők kell, hogy tudjanak úszni. Most ez nem nyugtatta meg a bizottság tagjait, és azt kértük, hogy készüljön egy statisztikai felmérés, de ne bemondás alapján, ne a testnevelő tanár vagy az iskolai igazgató statisztikája legyen, hanem hívjanak be valamilyen sportlétesítményben 8-osokat vagy 7-eseket, és akkor tessék, itt van a mély víz, és akkor gyerekek, ugorjatok be és ússzatok, és akkor feltehetően más eredményt kapunk. Reméljük, hogy ez az eredmény nem lesz túl rossz. És van utána valamilyen konzekvencia? Tehát mondjuk kiderül az, hogy ugye a szirmai képviselő elnézést, hogy az ő nevét említem, mondta, hogy ha végül is kiderül az, hogy 40-50%-ban nem tudnak úszni a fiataljaink, akkor ott tulajdonképpen rossz a munka. Tehát mi a konzekvenciája? Hát én szerintem akkor valamilyen pressziót kell gyakorolni a testnevelő tanárokra vagy az iskolára, mert ez egy képtelen dolog. Hát ha lehetőségek megvannak, akkor ott valami probléma van. Pontosan nem tudom, hogy a NAT ezzel hogy foglalkozik. Én személy szerint például, ahogy hallom, 2-3 kötelező testnevelés óra van az iskolákban. Ha rajtam múlna és volna lehetőség, én minden nap, és mondjuk a második vagy a harmadik órát követően én tartatnék testnevelés órát. Azt hiszem, hogy ezzel mindannyian egyetérthetünk. Mik azok a következő feladatok, hiszen a sporttal szorosan összefüggőek a létesítmények. Na most egyrészt meg kell azt élni, hogy a létesítményeket javarészt már eladták vagy eladják, illetve tönkre mennek. Ugyanakkor egyre inkább tömegesíteni kellene a sportot, fejlődni kellene az e-sportnak is. Hogyan lehet ezt a dolgot így, ezt a kettősséget valamilyen módon feloldani? Hát most a terveink között szerepel a következő időszakban. Szó van egy sportkollégium kialakításáról, ugye itt még nem is semmi nem dőlt el. A sportlétesítmények helyzetéről, állapotfelméréséről, ennek érdekében például én is javasoltam, kértem, és a következő alkalommal erre már sor is kerül, hogy kihelyező bizottsági üléseket tartsunk, járjuk körbe sportlétesítményeket, és ott a helyszínen győződjünk meg arról, hogy milyen állapotok vannak, és várhatóan milyen költségek, igények merülnek fel. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt bennünket. Ez alatt a rövid időt valójában nem sok mindenről tudtunk beszélgetni, de talán érintettük egy picit ennek a munkának a sokszínűségét, vagy egyáltalán a fontosságát. Én kívánok nagyon jó munkát a Sportbizottság tagjainak, és én azt gondolom, hogy meg is lesz talán az eredménye, és reménykedjünk.